Üdvözlöm Önöket! Szabó Mátyás új nagyjátékfilmje, a Látom, amit látsz, a Magyar Mozgókép Fesztiválon Veszprémben debütál, de beszélgetünk egy külföldi filmfesztiválról, ami rekordmennyiségű magyar alkotást hívott meg. És a filmió is bővül egy új film kínálattal, úgyhogy tartsanak velünk, ez a Svenk, én pedig Zavaros Eszter vagyok. Befejeződött a forgatása Breyer Ádám első egészestés nagyjátékfilmjének, a Lefkovicsék gyászolnak című alkotásnak. A film érdekessége, hogy részben Izraelben is forgatták, és a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának segítségével jöhetett létre. 2024 tavaszán lesz a bemutató, mi pedig a rendezőt kérdeztük, hogy hol tartanak most a munkálatok. Lefkovicsék gyászolnak, ez egy keserédes dramedi, egy idősebb boxedzőről szól, akinek a boxa mindene és otthon edzi a diákokat, a feleségével lakik együtt, és ideje korán megtudjuk, hogy amúgy neki egy ortodox zsidó a fia, aki Izraelben él, de ők ketten már hosszú évek óta nem beszélnek egymással, és rosszban vannak, és amikor az anyuka meghal, akkor a zsidó vallás szabályai szerint a fiúnak ott, ahol az anyuka jött, kell sivát ülnie, azaz gyászolnia. Így összekényszerülnek a házba, de ő azt a feltételt teszi, hogy csak akkor jöhetsz, hogyha hozod az unokámat, akivel sose találkoztam. Tehát egy három generációs férfi sztori, akik leboxolják egymással a múltbeli konfliktusokat. A vágó folyamatnak a vége felé járunk, ami annyit tesz, hogy még egy pár hét van a vágásból, most fejezzük be közben a zenéket is. Márkos Alberttel dolgozunk zeneszerzővel, és analóg dolgozik, tehát nem számítógépen, úgyhogy ilyen elég lassú, de szuper folyamat. Nemrég volt egy egynapos pótforgatásunk, meg egy izraeli kiegészítő forgatásunk, amiről mindig is szó volt, tehát az egyik szereplőnk, vagy az egyik főszereplőnk, a Szabó Kibel Tamás, a sztori szerint Izraelből érkezik haza, és ő, amikor a feleségével Skype-ol azokat a túloldalon lévő képeket vettük föl Izraelbe egy izraeli színésznővel. Ami nekem mindig egy ilyen küzdelem volt ebben a filmben, hogy ez egy drámai alaphelyzetből induló történet, amiben mi azért próbálunk humort belecsempészni, és mindig ez a nagy küzdelem, hogy mennyi humort bír el ez a dolog, tehát hogy azért eléggé drámai a történet, és hogy milyen arányokat bír el a humor, és mindig ez a küzdelem, hogy elég viccese ahhoz képest, hogy közben pedig azért ez mégis csak egy drámai történet. Ez hát nem egy lábcsapkodós vígjáték, de az egésznek van egy átható humor, ami szerintem tökre működik, vagy akik eddig látták, azoknak tökre jól működött. Én mindig nyomnám még tovább, úgyhogy nekem mindig az a nehéz, hogy így bizonyos poénok már nem bírja el, vagy nem bírja, ilyen, nem lehet már viccesebb a dolog, de ugye amennyit elbír, annyira elég vicces. A Filmintézetnek az inkubátor program keretében készült, ami egyszerre szuper is, másrészt azért egy nagy kihívás, mert kevés pénzből készül, és minden egyes forintra oda kell figyelni, és nagyon ki kell találni, hogy lehet ezt költséghatékonyan művelni, tehát hogy én remélem, hogy így megnézve a filmet, ez úgy fog tűnni, hogy ez háromszor annyiból készült, és szóval rengeteg ilyen emberi plusz energia többek között itt az utómunkában is, mindenben is, hogy mindenki túl van a saját fizetésén sokszorosan, tehát hogy így nehéz, mert hosszú ideig kell embereket motiválni, és hosszú ideig kell az, hogy nem érdekes, hogy már rég nem keresünk ezzel semmit, de csináljuk. De közben ez a szépsége is a dolognak, mert közben olyan érzésem volt, amikor forgattuk, hogy bakker, hát azt hittem, hogy ez egy sokkal élvezetesebb dolog lesz abból a szempontból, hogy lesz 3 percen mondjuk élvezni a pillanatokat, ehhez képest olyan hajtás volt, hogy mindig azt éreztem, hogy nincs időm így büfézni ott egy kicsit ebbe a dologba, hanem az egész egy ilyen erőltetett menet, és hogy hú, hát én most marhára nem vágnék bele egy újba azonnal, de most, hogy már látom a végét, most már, hogy kezd azért úgy előjönni, hogy azért csak ki kéne találni egy következő tervet, de azért még egyelőre fejezzük be.
Június 11-én indul a világ legrangosabb animációs filmfesztiválja, az Annecy Nemzetközi Filmfesztivál. Idén rekordszámú magyar alkotást várnak erre a filmfesztiválra, többek között a Kujót négy lelkét és a Műanyag égboltot is. Szabó Viktóriával beszélgetünk a részletekről. Idén az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválra több mint 100 országból, több mint 3000 alkotás közül választottak ki 7 magyar alkotást, amiből 4 egészestés film, illetve 3 rövid film. Ez azért nagyon fontos, mert így ekkora számban még láthatóbbá válik a magyar szakma, a magyar széna a nemzetközi viszonylatokban, ami egy nagyon jó hír nekünk. Eddig is sokszor szerepelt sikeresen magyar animációs alkotás ezen a fesztiválon, azonban az, hogy ekkora tömegben tudjuk képviselni magunkat, ez külön öröm. A magyar animáció életében egy fantasztikus dolog az, hogy az idei nemzetközi filmfesztiválra ilyen számú alkotás bekerült. Külön öröm, hogy ennyi egészestés animáció. Ez azért nagyon fontos, mert az Annecy Filmfesztivál az egy nagyon prominens seregszemléje, nem csak az európai, de az egész nemzetközi animációs szcénának is. Mi azért örülünk külön, mert az egyik diplomafilmünk, Mirazino Fox Tossing című alkotása is szerepel a versenyprogramban. Aminek szintén nagyon örülünk az, hogy majdnem mindegyik filmnek van MOM és érintettsége. Hogyha a Műanyag égboltot nézem, ott az alkotók nálunk végzett alumnik, és Bánucki Tibor egy aktív szereplője is volt a szakunk életének. A film egyébként egy nagyon fontos témáról beszél, ami a klímaváltozás és a Földünk jövője, és ezt egy nagyon különleges és egyedi vizualitással teszi meg, aminek én nagyon-nagyon örültem. Megkeresem Nórát. Ebben a városban mindenki el akarja halasztani, hogy a telepre küldjék. Neked miért a rohadt sürgős? Meg tudod csinálni, vagy nem? Itt inkább az a kérdés, hogy te képes vagy rá. A Kojot négy lelke az szerintem egy azért nagyon fontos film, mert kicsit ugyan más eszközökkel, de visszanyúl a föld és az ember kapcsolatának kérdésköréhez, és egy nagyon-nagyon szépen megrajzolt történetet ad nekünk, amit az egész család tud élvezni együtt. A teremtés meséje lesz. Csak vágtass! Te vagy a Kojot, akinek négy lelke van. Te álmodsz engem! A Buda Flóra filmje premierje a Cannes Film Fesztiválon lesz, és onnan érkezik Annecyba, ami egy fantasztikus hír, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szép élete lesz ennek az alkotásnak, mert most nagy rá az érdeklődés. Nagyon kíváncsian várom, hogy lássam én is ezt a filmet. A Tóth Luce Superbia című filmjét pedig egy külön szekció mutatja be. Egy queer válogatásban láthatjuk, ahol ebben a tematikában gender kérdéseket taglaló filmeket válogattak össze a szervezők. Magyarországon hagyományosan nagyon erős az animációs szcéna. Mindig sok alkotás születik, nagyon erős alkotói közösség dolgozik itthon. Az, hogy idén ekkora számú beválogatott filmünk van, az talán azért is lehet, mert most érett össze, vagy most készült el pár nagy játékfilm, vagy nagy animációs alkotás, egész estés animációs alkotás, mint például a Műanyag égbolt, vagy a Kojot. Azért azt tudni kell, hogy az animáció film készítés ez egy elég hosszú távfutó műfaj, tehát rettenetesen sok időbe telik elkészíteni egy filmet. És egyszerűen most volt ez a szerencsés csillagzat, hogy ebben az évben több egészestés alkotás is bekerülhetett a fesztiváloknak a programjába, illetve aztán a magyar mozikba is. A magyar animáció egy hagyományosan nagyon erős valaminek számított, egész az Európában, nagyon sok francia koprodukcióban dolgoztunk, nagy stúdiók alapultak, Pannonia stúdió, vagy a Kecskemét film, és most egy kicsit hazabeszélve talán az is, hogy nálunk egy nagyon erős szellemi műhely alakult ki, amiből támogató közösségből nagyon sok fiatal alkotó kerül ki, akik abszolút mértékben helytállnak ezeken a nemzetközi fórumokon és erősítik a szakmát. De kivel nem ér föl egész világ ökre, dicső híre neve fennmaradt örökre. Toldi, a mozifilm.
Bár ma véget ért a magyar film legnagyobb ünnepe, a Magyar Mozgókép Fesztivál, mi ezért egy picit maradjunk még itt a helyszínen. Itt debütált Szabó Mátyás első egész estés nagyjátékfilmje, a Látom, amit látsz. Mi a rendezővel beszélgettünk, de nem csak a forgatásról, hanem arról is, hogy milyen magyar kiemelkedő alkotások a kedvencei. A filmezés az engem mindig érdekelt valahol. Pozsonyban éltem nagyon pici koromban egy évet, és akkor ott két magyar nyelvű filmet lehetett megnézni. Az egyik az a Fehér ló fia volt, a másik az pedig egy fekete-fehér operett film. És úgy nagyon megmaradt az, hogy abban az operett filmben volt egy ilyen nagyon érdekes montázs, ami valójában a filmkészítésnek az alapja, ez az 1:1=3, amit szoktak tanítani, amit Eisenstein talált ki. Hogy volt két ember, akik mentek a pusztában, először ilyen nagyon tiszta volt a bakancsuk, utána meg, vagy csizmájuk, utána meg nagyon poros volt, és 2-3 másodperc alatt egy vágással gyerekként rádöbbentem, hogy wow, ezek napokon keresztül mentek, és ezt milyen egyszerűen megmutatták, és az ilyen tök varázslatos volt, úgyhogy gyerekként engem mindig érdekelt a filmezés. Az előbb már referáltam, bagatellhistória, kis mókusok. Ja igen, vendéglő és órás. Másik kettő? Asztalos ügynök. Milyen ügynök? Könyvügynök. Elkezdték már? Most akarjuk. Ami nagyon megmaradt, az egyrészt az Ötödik pecsét, azt szerintem viszonylag korán láttam, és elég sokat. Annak a filmnek így a karakteréje azok nagyon behúztak, szerintem az úgy van csinálva, hogy nem igazán tud porosodni, szerintem az a film. Én nagyon szerettem a Jancsó filmeket is. Jancsónak van az Így jöttem című film, ami nincsen a legismertebbek között, de szerintem fantasztikus, és ilyen nagyon-nagyon modern, erős jelenetek vannak benne. Szóval, Szesó, vigyázz, ránk repül! Lassz! A Látom, amit látsz című filmet 2-3 évvel ezelőtt kezdtem el írni. A filmnek az operatőre MDA Kristóf, nekem ő az osztálytársam volt az SFN, és mi csináltunk egy diplomafilmet közösen, a Határt, ami egy nagyon jó kis közös munka volt, és emiatt én azt gondolom, hogy persze én amúgy bele dolgoznék szívesen, mert nekünk azért megvan már az a fajta múltunk, de közben nem is a múlt a fontos, hanem ez az a pici közös világ, amit ezek a filmek elraktároztak. Engem általában nagyon érdekel a kíváncsiság, tehát a gyermeki kíváncsiság. Szerintem ez egy tök erős erénye a gyerekeknek, a kíváncsiság, hogy új dolgokat akarnak látni. Ennek a történetnek is, ennek az egész ilyen fikciós történetnek is ez volt picit egy ilyen alapja, hogy egyrészt nézzünk rá dolgokra új szemmel, máshogyan, teljesen kitekerve. És ez egy olyan dolog, ami engem alapvetően a filmezésben mindig érdekelt, hogy egyfajta világot leképezel, de annak a világnak nem kell pont ugyanolyannak lenni, mint a saját, mint az, ami körülvesz minket. Bizonyos dolgokat ki lehet akár belőle szedni, csak azért, hogy egy picit élesebben tudjál valamire rámutatni, vagy csak azért, hogy szórakoztass, hogy legyen egy olyan történet, aminek van valami kis egyedisége. Ennél a filmnél is szerintem ez az egész, ezt a filmben úgy hívjuk, hogy szubjektálás, ez ahogy más embernek a szemével látsz. Egy tök érdekes dolog volt az egész folyamat alatt, ahogy megpróbáltuk kitalálni ezt az egész rendszert, hogy ez hogyan tud működni. És mivel ez egy kisköltségvetésű film, ezért szépen vissza kellett az egészet picit bontani. Tehát nagyon sok dolog nem fért bele úgy, hogy mint ahogy egy amerikai filmbe belefért volna, de nekünk mégis az egészet szépen ki kellett találni, hogy azért az egészben jelzésértékkel egyfajta univerzum mégis működjön. És ez egy nagyon izgalmas dolog volt nekem alkotóként, és tökre remélem, hogy nézőként is ez egy izgalmas dolog tud lenni, ezt a fajta univerzumot megismerni. Valahogy minden sokkal szebb, hogyha velem nézel. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának segítségével számos alkotás tudott megszületni.
Ezeknek az alkotásoknak az egyik különlegessége, hogy kisebb költségvetéssel dolgoznak, így például a Zanox című film esetében az alkotás rendezője és operatőre is részt vett a helyszínkeresés nagyon kimerítő munkájában. Egyébként ez a film megtalálható a Filmion. Nagy költségvetéssel rendelkező mozifilmeknél vannak külön emberek arra, hogy a helyszíneket keressék, location manager és egyéb munkatársa. Na, mi most a Zanox-szal, ezt az operatőrrel, Gajdics Dáviddal tettük meg. Ráadásul olyan magasak voltak az elvárásaink ezekkel a helyszínekkel kapcsolatban, hogy úgy láttuk legjobbnak, hogyha magunk ülünk be a kocsiba és bejárjuk az egész országot. A Zanox egy nagyon speciális film volt abból a szempontból, hogy viszonylag nagyot akart fogni, és ezért viszonylag kevés forrásból. Emiatt egy nagyon speciális eset volt a helyszínkeresés szempontjából is, tehát nem minden akcióm működött úgy, mint ahogy egy normális helyszínkeresésnél, de azért az én operatőri szempontjaim azok általában azok, hogy ha bemegyünk egy helyszínre, vagy meglátunk egy helyszínt, akkor van egy olyan érzés bennem első körben, ami alapján azt érzem, hogy itt jól meg lehet csinálni a dolgot. Ezt úgy konkrétan nem tudom megfogni, hogy ez mi ez az érzés, csak úgy van bennem egy ilyen, hogy ez itt jó lesz. Aztán utána következnek a praktikus szempontok, hogy van-e áram, tudunk-e világítani. Hol vagyok? A Hetényi Géza kórház baleseti osztályán. Több tucatnyi iparvárost néztünk meg, kerestük a megfelelő helyszíneket. Azt tudtuk már előre, hogy több városból szeretnénk összerakni a Zanox képzeletbeli városát, de azt nem tudtuk, hogy hányból. Végül lett egy dunaújvárosi rész, lett egy komlói rész, és Budapesten, valamint egy kicsit Szentendrén is forgattunk, ugyanis a buli helyszín külsőt a Szentendrén találtuk meg, de például a belső az Budapesten forgott egy lakásban, de hogyha egy kicsit tovább megyünk a buliból, sétálunk egy pár métert az erdőbe, azok a felvételek már egy dunaújvárosi kis erdőben készültek. Itt az Zanoxnál szempont volt az is, hogy a lehető legkészebb legyen a helyszín, minél kevesebb berendezést és minél kevesebb átalakítást igényeljen, mert ezzel nagyon sok költségvetési tételt meg lehet fogni. Olyan helyekre kirándultunk el, ahova alapvetően én nem feltétlen mentem volna el magamtól. A Dunapart miért fontos, mint helyszín? Fontos. Nem fontos? Jól néz ki. Aha. Már nincsenek túl nagy gyógyszeripari tapasztalataim, ilyenekben nem nagyon gyártanak gyógyszer. Viszont ennek is volt haszna a forgatókönyv és a film fejlesztése szempontjából, mert rengeteget tudtunk Benővel ketten a kocsiban beszélgetni, amiközben, ha jól emlékszem, azt hiszem 3000 kilométert mászkáltunk ide-oda az országon belül. A Zanoxnak már az első ötlet csiráiban is úgy képzeltem el, hogy ez egy nem létező vidéki település, egy vidéki kisváros, és hogy ez többféle városból lesz összeollózva. A Zanoxban többféle műfaj keveredik, és nagyon jót tesz neki, hogy képileg viszont egységes, és nagyon határozott, erős képi világa van. Amikor Komlón megláttuk a piramisházat, az nagyon megtetszett nekünk az operatőrrel. Kívülről üvegablakok borítják már a lépcsőházat is, és a folyosót is. Az egész folyosó is nagyon fura, hogy ablakok nyílnak a folyosóra, amin keresztül belátunk valakinek a reggelizésére, mondjuk a konyhába, de az utcáról, kintről is belátunk az üvegen keresztül, hogy kik járkálnak a folyosón, de ami legjobban tetszett nekünk, és amivel fényben is nagyon jól lehetett játszani, hogy amikor Misi szalad végig a folyosón egy feszült jelenetben, akkor kívülről narancssárga fénnyel van meglőve ez a folyosó, az ablakkereteknek a rácsai egy ilyen villódzást okoznak, ahogy végig szalad az árnyékokon és fényeken a Misi, ami ad egy érdekes képi világot és egy plusz feszültséget az egésznek. Ez volt a Schwenk. A jövő héten beszámolunk a Magyar Mozgókép Fesztivál legizgalmasabb pillanatairól, és persze hozzuk a kulisszatitkokat is, úgyhogy akkor is tartsanak velünk. Köszönjük, hogy velünk voltak, viszontlátásra!